mighty warrior with a broken spear. Maybe you'd like to join us in decimating those filthy Spartans' front lines. Mm-hmm. I'll fight with you. Ha! A true warrior. Let's bring those filthy Spartans to their knees. Na, nézzük a csatát. Gyors leküldöm. Azt lesz még egy csatánk, elméletileg az meg lehet, hogy hajós. De nem baj, mert úgyis van questbe is olyanom, hogy kell ölni mind a két oldalról hajókat. Na, keressük az enemy captaint, aki itt is van. Oké, az első meg is volna. Elengedek még egy-két lövést gyorsan így a távolba. Csak hogy biztos, hogy megtaláljam a következő kapitányunkat is. Itt is van. Meg is van ez is. Ez a tűz az írtja őket rendesen, úgyhogy hamar fogunk végezni. Megérkezett a szokásos zsoldosunk. Gyorsan elkalapálom ezt is, csak hogy jó legyen. Hát ennek vége is van szerintem. Itt egy újabb captain. Két ütés. Nagyszerű. Megnézem az ellenséges sort méghozzá azért, mert itt is van egy enemy captain. És meg is van, igazából ő volt a csataparancsnok. Megvan még egy. Olyan sokan már nem lehetnek. De megpróbálok meg találni. Mert nekem... meg is van. Meg is van az emberem. Nagyszerű. Na hol a többi? Igazából elvileg talán... van még egy. Nagyszerű. Nem fogok vele játszani. Azonnal dara. Szerintem megöltem elegendőt ahhoz, hogy megkapjam a rivárdomat. Ment a duplát. Mert ugye elvileg ahhoz van hozzá kötve a dolog. Szerintem. És nem hiszem, hogy van több. Oké, befejeztük ezt. Na. Nézzük. Megkaptam mind a két rivárdomat, és 7 captain killem volt. És nem tudom eldönteni egyébként, hogy 7 a szükséges, vagy a főkommander szükséges, mert volt már olyan, hogy csak egy rivárdot adott a beígért 2-ért, és nem tudom, hogy miért. Végignézem gyors a csatamezőt, hát még tudok lootolni. Bár előfordulhat, hogy program belútolt most magától mindent. Ami egy kurva jó dolog, mert akkor nem kell vele foglalkoznom. Oké, ezt a csatát lejátszottuk. Van itt még egy csatám. Vagy nincs? De van. Itt van még egy csatám, azt gyorsan megcsinálom. Ugyanúgy a... hát ez... Naxos... ja ez nem ír ki izét. Beszerás ez. Azt mondja, hogy ha az Athének oldalán harcolok itt, akkor az ugye a hard, és 2 epikkel kapok többet. Pontosabban 2 epikre várdom lesz összesen az egy helyet, na. Lejátszom ezt is, mert van nekem egy hajós küldim. Ami rohadt jó.
40 orik alkumot is adnak érte akár. Ugyanakkor... Hát lehet, hogy először a hajómat ide fogom hívni a stégre. Mert jelenleg a hajóm egyébként... Nem is tudom, hogy hol hagytam, Spárta közelében bendekkol talán. És először meg akarom nézni a fedélzeten a táblát, felvenni róla a questeket, hogyha lehetséges. Mert lehet, hogy még van rajta ilyen napi quest, ami kék. Nagyon jó, csak menjetek már innen, mert úgy. Hát igazából nincs, viszont van spártai hajókra bounty, ami nekem azért lesz jó, mert pont spártaiak ellen kell harcolni. Így ezt le tudjuk egy kör alatt. Legalábbis egy részét. Egy részét biztosan sikerül. Ha nem fog megjavulni a kapcsolat, akkor csinálok még egy rezetet szerintem úgyis majd, hát olyan ebéd környékén megállok ebédelni. Mert nem lesz más választásom, mert egyébként kezdek kiakadni ezen, hogy nekem kell itt modemet rezetelgetni, azért már nem képesek ezt normálisan megcsinálni. Holott a kapcsolatom tökéletes, de... Egyszerűen nem. Aki kezdő streamer, azt nem hagyják normálisan érvényesülni, én erre kezdek rájönni. Andon trükközni kell. De hát nem baj, majd lesz, hogy lesz. Kill the target. Ezt meg kell csináljam, és akkor itt a kontrakt, így van. Na, kezdjük is el a csatát, és akkor több legyet is ütünk egy csapásra. The warrior with a broken spear, huh? I've heard your skills on the battlefield are rivaled only by your skills at sea. Then you've heard right. We're in desperate need of your help to strike down Sparta's ships. Would you be willing to sail with us to victory? When do we set out? Right away. We need to take the Spartan scum aboard those ships by surprise. Elméletileg 4 hajó, bár Hardon nem tudom, hogy hány hajó van, lehet, hogy 5. Nem emlékszek rá, mert... Nem szoktam annyi csatát megcsinálni ebben a... Na, ők nekem akarnak jönni, úgyhogy ezt nem hagyom. Mondom, nem hagyom. Baszki. Oké, ez eddig jó. Na, ezt bebuktátok. Ah, fasza, azt hitték, hogy nekem tudnak jönni, aztán ne érse. Na, majd most nekik fogok remmelni szerintem, ahogy tudok. És már az a rész fog jönni. Na most megkapjátok a tutit. Szerintem itt meg is vagyunk. Oké, egy hajó megvan. Van még 2 kicsi hajó, meg van egy elit. Akkor az attól nehezebb ez a hárc szerintem, hogy raknak be elit hajót. Megpróbálom a kicsiket először kihúzni. Jobban járok szerintem. Eltaláltak, de hogy azt nem tudom. Azt hittem, hogy messzebb tudok lőni, de úgy látszik, hogy mégse annyira. Nem jó az így. Nekem kezdett jönni az Elis hajó, és annak nem örülök annyira. Viszont ezek a balfaszok elhasználták a tüzes lövéseiket a semmire.
Én sem vagyok túl közel, de először le kellett ráznom a... Mindig jó. Le kellett ráznom az elit hajót. És akkor majd most már kapják az ívet rendesen. Megint belehúztak a fiúk, ahogy látom. Ez így nehéz lesz. Ez így valóban nehezebb lesz. Nem baj, megoldom. Ugye itt arra is kell figyelni, hogy a csata területét nem szabad elhagyni. Mert ha túl messze hajózok, akkor lényegében instant bebukom az egészet. Jó, ne felmennél a hullámon, bazd meg. Gond az, hogy ez így fúszopatás. Nem tudok normálisan harcolni. Így, hogy a nyomomba van az elit hajó. Úgyhogy igazából azt a mondani, hogy kapják be. Szóval ez így kicsit azért... Kicsit viccesnek érzem. Nem, egyszerűen nem lehet lerázni, szóval menjetek már. Nem, még el is találnak. Persze. Kibaszott elit hajós anyátokat. Jó, kivárok, leszarom, nem érdekel, csak mert alig van már HP-m, ez miatt a fasság véget, hogy egyszerre 8 irányba nézelődjek. Nincsen ezzel gond, csak... Döntsük el, hogy mi a dosz van. Hát eltalál, bazd meg. Na, végre. Na, valami legyen. Úgy, most véged van, komán. Most már elkezdek majd foglalkozni ezzel is. Sőt, nem, először elpusztítom ezeket, hogy ne maradjon itt semmilyen felesleges ökörködés. Mert ha ez sikerül... Oké, majd most megkapjátok a tutit, remélem. De bazd meg, ezt nem értem, a kibaszott aténiak is ennyire gyökerek. Ezért fog meghalni a fasság véget. Nem szerettem soha az ilyen NPC-s bohóckodást. Pontosan ezért, mert gyökerek. Nekem jönnek a vége is. NPC-kkel soha ne játsszál, mert idióta mint. Kár egy egyébként elején nem lehet kiválasztani, csak egyedül jöjjek. Fasznak kell NPC, nem kell nekem NPC. Minek? Feltart, akadályoz. És itt van megint. Mire megyek ezzel? Ez így lófasz. De elhagyom a csata helyszínét, akkor még rá is baszok. Nekem jönnek meg még főleg. Na ennyit érett az aténi hajó, ott hátul bassza a rezet, amikor meg nem kéne, akkor meg ott van, szóval... Ennyi. Egy hulladékok. Ennyit érnek. Oké. Hurrá. És már csak az elit hajó maradt. Kérdés az, hogy ők mikor akarnak engem lelőni. Lehet, hogy megvárom. De! Nem áll! Ide jön a kibaszott kalóz! Hát nem hiszem el, gyerekek! Nevetséges az a játék ilyen szempontból. Hogyha most Athén meg Spárta között háborút vívok, akkor a kurva anyjának jön ide a kalóz. Nevetséges szarrakás, ez bazd meg.
Már az a baj, nem is lesz izé loot. Így. Normális loot ebből már nem lesz. Kibaszott faszopó kamúz. Vanyját. Elnézést a kifejezésért, de így van. Csaló gecik. Elmészte az anyád. Most mondom, hogy elmész az anyádba. Most hova veszi ezt az ívet, ez is szerencsétlen idiótája. Ez kurvára idegesítő ez. Na, kezdjetek már magatokkal valamit bazdmeg. Nevetséges. Milyen gyorsan töltenek ezek újra? Ez már ez a szem megáll, bazdmeg. Szar ez a játék. Remélem lesz egyszer végre egy olyan nap, amikor normálisan tudok streamelni most már valamit, mert nem lesznek ilyen technikai puziskodások. Kezd unalmas lenni. Nem látok magammal közbe, és tudja, hogy a kis helyok most szét akarnak zúzni. Se baj. Most csináljuk, amit kaptunk. De miért gyorsabb, mint én? Nem tudok kidobni rá egy kibaszott dárdát. Ez eszembe jön. Elvileg most már meg kell, hogy legyen. Ú, baszik. Szakadtok meg. Kíváncsi vagyok, hogy meg fogja ezért adni így a... Kétre várdott, hogy meghaltam, mert ha nem, akkor ez volt az első, meg az utolsó, hogy izét választok. Mert akkor van ennél könnyebb is. Akkor nem fog bohóckodni ezen a szinten ezzel. Ezek is hogy hova forgolódnak? Már jönnek is a büdös buzik.
eddig ott küzdött, de neki jönni kell. Most ez a gond csak. Hogyan már öreg. Én nem tudtok időben ti is védekezni. Meg a másik azt, hogy rás közben hogyan tud lőni, mert elvileg nem lehet. Ezek a dolgok mindig furák. Kilométeres sípbe kell ráfordulni. Nagyon jó örülök. Na végre. 5 kilométert el kellett jönni egy csatamezőtől, hogy le lehessen győzni ezeket külön. Ez is jó. Megvan még legalább a két aténi hajó, az is valami. Ez azt jelenti, hogy még nyerhetünk. Hova dobják ezek is a... Nem is értem ezt, baszik. Hogy sátik a tüzet, barát? Azt mondtam, hogy egyre várdért küzdjön a tököm ezekkel az idiótákkal. Körülbelül ennyi a véleményem erről. Ez így egy vicc. Ez volt az első meg az utolsó ilyen tengeri csatás bohóckodásom. A hárdot kiválasztom, beígérnek kétre várat és megkapok egyet. Aha, persze. Majd én a nap felé ugyanígy fogom befizetni az adót. Kíváncsi lennék, hogy mi lenne. De sejthetitek. Megvágnának, mint a lót. Na jó van. Nem is tudom, hogy hova kéne menni. Átmegyek Lokrisba szerintem, mert az elég kis terület, aztán megcsináljuk azt. Az lesz itt a legfaszább dolog. Most így, hirtelen. Úgyhogy át is jövök ide. A hajót meg majd áthívom szerintem a kikötőbe. Úgy most elég cudarul fog kinézni, hogy ott hánykolódnak a tengeren a fiúk. De hát a mai teljesítményük alapján meg is érdemlik. Na, nézzük csak, hogy vannak ezek a questek itt. Azt mondja, hogy... 3 darab spártai hajó, addig fasza. 2 darab spártai trimers, oké. Aténiaik. Hű, jó, fasza. Kell még majd tevékenykednem, az biztos így a tengeren. Azt már látom. Legnagyobb örömömre.
vagy. Fel van derítve minden. Gyorsan beugrok ide. Áttekerek. Asszába, aztán szépen egyesével megcsináljuk a tutit. Tervszerűen. Ez mennyire rugalmasan, ha már más nem megy. Oké. Na, már csak a kapitányunk maradt. Plusz ez a két láda. Vagyunk. Fákjázzuk meg, aztán viszlát. Ennyi volt a első kis locationünk. Mehetünk is tovább. Közben ránézek az inventory-ra, mert berútoltam megint egy raklapszemetet. Ami valóban az. Eddig. Ez is az. Meg ez is. Itt mit kaptunk? 3 darab epic csizma, azt mondja. Warrior damage. Damage on Spartan Soldier, nagyon jó. Kuka. Ez is kuka. Mit használok én most ezért? Asszára, full healtes crit, akkor igazából ugyanott vagyok. Kuka. Mindig jó cuccok vannak. Itt egy fejes. Ez is kuka. Jó, hát eladásra jók lesznek, mert kell a zsuga. Alapanyagból most jól állok. Még. Úgyhogy most ugye mivel már tírt léptem a izébe, asszába, és zsoldos réttéren, így szerintem nem is nagyon fog foglalkozni a izével a szétszedésekkel, mert már a questekért meg minden szarért jóval több alapanyagot kapunk, mint korábban. Off we go now. Nagyon jó. Come on. Ella. Come on. Ó, itt egy Oryk alkum. De véletlenül találtalak meg. Elvileg elméletben a teljes mapon fix száma van ezeknek az Oryk alkumoknak. És ezt abból gondolom, mert láttam a store-ban, a Ubisoft store-ban, hogy lehet ilyen map playereket vásárolni természetesen pénzért.
amik ugye vagy olyat veszel, hogy megmutatja az összes ilyen legendary ládát, mint kincset, meg lehet olyan layert venni, hogy az összes orikalkomot megmutatja, hát én meg úgy vagyok rá, hogy szarok rá, mert ilyenért biztos, hogy nem fog pénzt adni, meg hát amúgy se. Szerintem bőven elég annyi, hogyha az ember megvásárolja a játékát és felfedezi egyedül, nem kellenek ilyen... Ilyeneket vegyen az, aki már szinte játszani se akar, hogy felfedezze a területet. Úgy vagyok vele, én a Valhallába se fogok ilyen extra fasságokat vásárolni. Az ember jobban örül szerintem annak, amit magától fedez fel, mint annak, amit odaadnak neki. Oké, okay, ez megvan. A Captain nem figyel, de ezt itt levágom. Futás közben akartam, csak néha a mozgás animáció kicsit lassú. Kinfekszik ezen a mező közepén, beszarok. Ez kicsit így gyorsabb, hoppácska. Ez meg jön körbe. Nagyon jó, van egy alvunk. Oké, és maradt a kedves kis kapitányunk. Öt meg hát majd kiderül, hogy sikerül. Sikerült, félmillás, több mint félmilliós HP-ja volt. Ugye itt mindig azt az értéket látjuk, amit sebez, ami a vége a HP-jának ilyenkor. Úgyhogy ez kielelődik, faszán HP, egyre jobb lesz, ahogy látom. Na, lootoljuk ki a dobozokat, azt mehetünk is tovább. Nagyon fasz. Következő. Azt mondtam, hogy hamar meg lesz ez a kis terület. Számítottam rá. Meg van egy Greek Tealer Story Chain, az viszont majd kicsit szerintem biztos tovább fog tartani, mert általában, hogy így észrevettem ezeket, hát beleraknak egy pár questet, egy olyan 5-6-ot minimum. De hát az nem is baj, hogyha már bónuszba kaptuk őket, akkor legyenek jók. Alfonosz. Jaj, hogy itt az ennyi volt ez a felfedezés. Jó, kimegyek ide. Sőt, belállok a questbe. Itt vagyok most, minek kerülgessem itt a dolgokat. Na, itt nem ugrok én le ezzel a lóval. Szépen leszánkázok itt a háztetőkön. Ez lesz a legjobb megoldás. És így már is lent vagyok, mindenféle gond nélkül. Itt a kikötőbe ide fogom hívni a hajómat szerintem. Feltéve, hogyha van kikötő. Egyelőre nem sokat látok. Csak ilyen kis hajóknak való kikötési lehetőséget tapasztalok. Juder, come here, okay. Some merc calling himself the ear bearer came to Alponos offering to help out. Nice kid, and I've heard his name before. I thought to myself, make at least that drachmi well spent. Whoever came to Alponos lied to you. I'm the only eagle bearer. You? Impossible! Well, for one, I actually have an eagle. I see that now, don't I? But I paid this other eagle bearer a small fortune to get the villagers ready for a pirate invasion. By the look on your face, I'm guessing that didn't work out. It didn't. Then I sent him to bargain peace, but he botched that too. The pirates are coming, and we don't stand a chance. Next time, hire the real eagle bearer. But I'm listening. Does the village of Alponos have a militia? Not enough.
but if you get out there and stop the pirates before they land, I'll give you all that's left in the treasury. Mm-hmm. I'll stop the pirates from reaching your shore. Then you're going to help me find this Eagle Bearer imposter. I'll help you kill him myself. Where are the pirates sailing from? We saw the pirate fleet forming north of here. How big is their fleet? Just two ships, but they may have hundreds aboard. They make it to us, we're dead. I'm going to find the one using my name. When did you last see him? He came in with the last merchant ships, but I haven't seen him in days. He won't be easy to find, but if you seek the pirates, I'll track him down. Time to show the pirates what the real Eagle Bearer can do. Na, az a helyzet, hogy eljött ide egy személy ebbe a kis faluba, vagy kikötővárosba, és kiadta magát ugye Alexiosnak, mert hogy az Eagle Barriernek, akinek hívnak ugye, és hát tetemes pénzekért cserébe egy segítséget ajánlott. A lényeg az, hogy ugye ez, akivel tárgyaltunk, ez itt a helyi ilyen vezető, vagy hát ilyen katonai, hát katonai vezető talán. És segíteni kell neki a kalózok ellen megvédeni a helyet. Mert hogy a milícia itt elég gyatra. És hogy állandóan kifosztják ezt a falut. Csak ugye nem bízik bennünk, mert hogy átvert ez az előző úgynevezett Eagle Barrier, aki hát ugye imposztor. És elméletileg annak fogunk majd a végére járni, hogy ki is ez. Ki is ez a csaló, aki nekünk kellett a rossz hírnevünket ezzel. Na közben látom, hogy végre összeszedte magát a Twitch és átmegy a teljes OBS tartomány, nem tudom, hogy mit tartott ennyi ideig. Azért mondom, itt nem a modemet kell rezetelgetni, egyszerűen csak a Twitch nem képes fogadni mindig szerintem a jelet megfelelően. Legalábbis tőlem. Ami probléma az az, hogy az, hogy én hajóra szálljak, el kell, hogy menjek ide. Már pedig ez egy nagyon nagy probléma, de mindegy, nem tudok más tenni. Mert addig nem tudom legyakni ezeket a kalóz csónakokat. Na, hívok egy lovat, hát az át tudok itt vergődni. Nem láttam a térképen, hogy itt most hol az átjárás, de hogyha el tudok oda menni tisztán, akkor meg is van oldva a problémánk. Na, úgy néz ki, hogy jó lesz. Útközben felfedezem ezt a magaslati pontot is szerintem. És akkor könnyedén tudunk teleportálni most már majd. Jó. Jövök értetek is, nyugodjatok meg. Hol a magaslati pont? Ja, itt van mellettem. Ja, itt lesz a templom tetején szerintem. Típre. Tipre itt lesz ez. Nagyon jó. Úgy láttam, ez ilyen sóbányás rész. Az a Locris, mondjuk a térképen is látszott, hogy itt fehér a jelentős része. A sóvidéke és még több sóé. Oké. Mekkora az a hajó? Na, gyorsan megoldom ezt a kalóz problémát itt.
az Andrestiáról. Meg is jött. Ready for sailing! Commander at the helm! Közben ránézek, hogy milyen fejleszteni való van még a hajón. Mert azért akad. Aha, itt már egy darab fejlesztés kerül 132 000-be nekünk. Nem rossz. Úgy látszik, hogy ez az utolsó azért, úgyhogy rámegyek ezekre, ami viszonylag még egész jó árba van. Nem megy rá a gatyám. És akkor ettől is erősebbek leszünk valamivel. Eddig jó. Ez 7000 csak, ez lófasz. Befejlesztem ezt is, erősebb lesz a hajótest. Nagyobb ramming speed. Egyelőre szerintem ennyi elég lesz, mert akarok az encsákra is hagyni zsét. Mivel most már tudok encsefejlesztéseket venni elméletileg. Hephaistos Kovács műhelyében. Úgyhogy majd szerintem a terület végeztével oda is el fogok látogatni. Aztán ráfér a cuccra, most már lassan egy gyáv bédelés. Kis fürgehajók. Ez itt a problémám. Na! Ilyet se láttam még. Hogy már átszállják nyomot hajóra. Nagyon fasza. Valamikor még majd a hajókat is le kéne zúzni. És van bőven sajnos. Annyi hajó van, mint égen a csillag. Itt a questekbe. Azt nem tudom, hogy... Jaj, a kalózhajókat is kell zúzni. Az szép. Ez a tizet mindenből az... Ez csúnya lesz. Na, ez lesz a második kalózhajó. És nem, nehogy már. Oké, megvan a quest, ugyanakkor még gyorsan itt rendezek egy-két ilyen csatát, ha ma. Főleg most, hogy erősebb lettem. Na most ellenállóbb lett a hajótest a fejlesztéstől, ahogy látom, mert védelem alatt meg se tudtak karcolni. Remélem ez így is marad. Viszont ő neki a maximális ütközője van kifejlesztve. Ja nem? Egyel alatta, de nem rossz. Oké, fasza. Ez így jó lesz. De miért fordulnak át? Ezt nem értem. Ezt kapta. Jöhet a következő. Itt szerintem ezeket most megrendezem.
amennyire csak lehet. Na nézzük az ütközést. Az igen. Na végre már valami. Én ölöm meg. Az Athének is királyok már ilyenkor. Úgy látszik, hogy nekik is kell. Oha! Ennyire felerősödött ez a szar így. Pár hajót még leszedek, amíg itt vagyok a vizen, szerintem azt akkor kiütömeztek vesztet jobban, mert kell még 9 darab aténi hajó az anyátok. Na mindegy, csináljuk homo. Amit találok, azt beütjük. Látszik, most a fejlesztés óta kicsit jobb lett a hajónk. Mi ez a flotta? Hát én a hátsót elcsípem, azt meglátjuk mi lesz. Sőt, nem is, hanem azt. 4 hajót nem szeretnék egyszerre megtámadni azért. Meglátjuk, hogy mire megyek. Közepébe. Úgy. Ennyit sebezne azért. Mondjuk az embereim azok rá vannak állítva erre a dárdás sebzésre, azt tudom. Jó, hát. Legyen mindig ilyen. Pillanatok alatt lehúztam. Most akit találok, azt mind megtámadom. De csak mert úgy... hamarabb meg lesznek a dolgok. Az itt milyen hajó? Ez kalózhajó talán, de az is kell. Az nem. Ezeken átmegyek. Oké. Alakulnak a dolgok, így hamar meg leszünk. Egy ócska fejlesztés ennyit tolt volna a hajón, ezt nem akarom elhinni. Előbb meg összekillódtam ezzel a csatával. Nem értem, na mindegy. Ott a következő aténi hajónk. Gyorsan behúzom azt is.
És akkor most ketté törjük, minden jó megy. Ready yourself! Hát nem. Hogy áll a körözés? Lassan most már kapunk szerintem zsoldost is. De se baj. Elméletileg beleszámolja ebbe azokat is, akik csak kereskedők. De ugyanakkor át kell, hogy nézzem az egészet. Azt mondja, a spártai hajóból kell még kettő, ez tök mindegy, hogy milyen. Spártai Trimmers, aztán... Sheep, ja, beleszámolja az összeset. De ez a Pentacon terszekből is kell, mert van olyan külön quest. Úgyhogy majd keresek olyat is. Ott, ott van egy egész armada. Nézzük, hogy mit tudnak. Na, az ott, ha, ilyenből kell. A kisebb hajóból. Örülök neki, hogy bassz meg. Jó, mindegy. Fogok velük játszani. Mi van? Olyan dolgok vagytok még ma valamit csinálni, baszki. Annyira sebeztek meg. Anyádat, egy szaros takony kis hajó megsebez ennyire. Na menjetek már. Ezért nem szeretem, amikor többen vannak egyszer. Na jó, szerintem ezt így felejtsük is el. Ezzel itt nem fog bohóckodni. Jöhettek mellettem balnak. Tak jo. Akku už nejvík. Maximum speed. Rohadík. Na, van még egy hajó. Legyőzzük ezt is, aztán mehetünk is tovább. Nagyon jó. Hogy áll a quest? Athénian Pentel. Kell még egy ilyen athéniai kis hajó. Meg összesen 4 athéni hajó. Nézzünk körül egy kicsit itt a vízen. Sőt, egyelőre itt elfogytak, úgyhogy menjek, aztán kikötök.
folytatom a küldit. Azt majd feltöltik itt megint az öblöt. Később gondolom. Pirates are Poseidon's problem now. What have you done? Didn't you hear me screaming? You sunk our reinforcements! Those ships attacked me. I fought back. That's what I do. I sent a message to the supply ships to disguise their sails. Look like a pirate and sail in unseen. Those ships had supplies and troops. Hát akkor minek jelöltet fel őket, te idióta fasz. Na. Not an actual general, are you? Not... Listen to me, Mystios. I've fought in 3 wars. No training prepares you for this. You had no strategy. These villagers are as good as slaughtered because of you. But if we can get them ready, they can fight off the pirates themselves. I'll do it. I don't see an armory, though. Where is the smith? He hasn't worked since the last Eagle Bearer was here. I'll get him making swords. Can the villagers ride? For salt workers, they're not bad. And there's a horse breeder in town. I'll talk to them. Though we can't just arm them and tell them to fight. There's only one man who can rally the people. Claims to be a reborn Ajax the Lesser. Find him and get him back. So, where's the blacksmith? The forge caught fire. The smith's in the village, but you'll need to help him rebuild before he can work again. Tell me more about the horse breeder. She knows horses better than Poseidon. Get her to put a mare under each of these villagers, and we'll have a chance. If dead heroes are anything like me, they don't like being impersonated. Are you sure this Ajax guy is a good idea? Let the dead judge us all they want. We need to shake the fear out of these villagers. The last time I saw Ajax, he was headed to the hill southwest of here, on the northern border of Phokis. Tell me what you know about the one using my name. He came in with a vicious little bird, called it Icaros, something like that. Anyway, said he'd help, then made things worse at every turn. So far, you two have a lot in common. The villagers will be warriors when I'm done. Why would common thugs want old tools? Na, ugye több dolog is kiderült. Egyik az, hogy ez nem is tábornok ez a fickó, és csak úgy előadja magának. Lényeg az, hogy úgy tudok segíteni nekik védekezni a kalózok ellen, hogyha ugye 3 questet kaptunk, van egy kovács, akinek valamit itt segíteni kell, hogy újra tudjon kovácsolni, rendbe hozza talán a műhelyt, mert valami volt vele. Ő lesz az első, akkor van egy lókereskedő, vagy mi, aki a legjobb lovakat tenyészti talán. Tőle kellenek lovak. Meg van valami hős, Ajax, hát ugye ez nem az Ajax lesz, aki a görög történelemben. Szia, Axia, üdvözöllek.
Nem az az Ajax lesz, aki a görög történelemben volt, mert ugye jóval korábban még a trójai háborúk alatt élt. Amikor Agamemnon, úgyhogy ez valami, hát magát Ajaxnek nevező egy ilyen lesz. Na nézzük. Ez a kovács. Then another mysterious, an eagle something, came to help. Kind young man. Itt is volt ez a korábbi impostor eagle barrier, úgy látszik. I heard the eagle something made a real mess of things. The poor boy lit my forge, but somehow caused the fire to erupt. Flames everywhere. I can barely see now, or move my hands. But you're the only smith in town, and pirates are coming. We need you to start making weapons. No need to worry. Old Callipides has a few good blades left in him. I just need some space to work. Those stone blocks would make a fine table. Could you move them for me? Mhm. Ja, annyit akar ugye, hogy a munkaasztalt rendbe rakni, és hogy ezek a kövek, ezek kurva jók lesznek hozzá. Hogy ezeket így hozzam neki ide. Hát jó. De hova? Hát felrakom ide. Igazából nem nagyon látom az értelmét, de ezt kérte az öreg, akkor ezt csináljuk. Na. És itt az utolsónak a helye. Nem, az nem jó ott. Most ide rakjam. Hát, hogyha ide mutatja. Hát, ennyi volt a quest, nem is értem, na mindegy. Excellent work. Well, what next? I suppose we can't make weapons without iron now, can we? Kell neki vas. Hát az nálam van, mondjuk úgy, hogy tudok adni. De ez full vak ez az öreg, ez hogy akar kovácsolni. This is certainly better than when that other mysterious came to help. All a good smith needs now are his tools. I've got your tools right here. Ah, what a day. You should be proud. Megvannak az eszközök, megvan a vas, megvan a kő, amin tud kalapálni. Nagyon jó. Hát én erre kíváncsi leszek. Mi van? Bazd meg ezt a szerencsétlen. Jó, hogy ez meg is halt. Az jó, akkor ezt... Az igen. Ez jól sikerült. Ez jól sikerült. Kutyának meg elmondjuk a bánatunkat, beszorok. Hagyjad már, hát ez... Megmurdált az öreg, idehozott a köveket, ezt elbotlik benne, fasza. Hú. Hát általában ezek az online cuccok egyébként, nem tudom. Én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek kell egy foglalkozás, amivel pénzt keres. Na, akik azt csinálják, azok pénzt keresnek úgymond, de nem az a cél, hogy te neked jó legyen. Ez mindig így van. Na, ez a lókereskedő, akkor úgy néz ki itt a ló. Vagy ez, na, ez a szamár. A szamarakat ne akarjon eladni. If it isn't the new eagle bearer. Trust me, I'm a lot better than the last one. Look, you want to be useful, new eagle bearer? Get back the stallion the other one of you lost to the pirates. Mi van? I can get your stallion back, but we're going to need a lot more than one horse. What for? The pirates are coming, and at least with mounts, the villagers have a fighting chance. Sure enough, but I bred this one just for Megacles himself. Without his stallion, he isn't riding into battle. You ever seen a general strutting into battle? Not a good one. Exactly. Where did the stallion go? That other eagle bearer rode him east past the salts. Came back and said some bandits stole him in the night. Imagine that. Elloptak tőle valami lovat. Wouldn't mind giving him a piece of my mind too.
if you find him. Valami csődört, úgyhogy ezt vissza kell szerezni. Na, közben ugye részinformációk kiderülnek arról is, hogy ez az impostor ki az, aki kiadja magát ugye nekünk, vagyis hát Alexiosnak, aki kiadja magát. És az a csaj azt mondta, hogy igazából nem sólymot hord ő magával, hanem inkább olyan, mint egy csirke. Azt mondja, hogy megkeressük a lovat. Csak külön ki kell választom a questet, itt van. Ez azt írja, hogy a fehér kristály hegyekben Sati Bandits Camp. Fehér kristály hegyek. Aha, ha tudnám, hogy ez... North East. Ez lesz az itt. Szerintem. Meg nincs felderítve, de akkor más hely nincs. Nem ülök fel a lóra itt bent, mert azt se tud gyorsabban menni, az a baj a lakott területen. Korlátozás van bevezetve. Lovakra is. Háromból egy questet úgymond beféleltünk, mert a kovács az ugye elhullott. Pontosabban maga a quest az meg lett, csak úgymond nem túl nagy segítség lesz itt a védekezésbe. Ja, pata bilincs, igen. Mondjuk az jó pofa lenne. Na, itt lesz a lovunk. Aha, gondoltam, hogy ide hozták. Ezeket gyors bezúzom. Még hozzá szerintem egyszerűen egy firebuild-es múlt is ott. Bár nem. Nézzük, csak felmászok. Egy is jó lesz. What do you think you're doing here? You're mine. Na, fasza. Ez be is halt. Egyszerű, felveszem most már csak a ládákat, aztán mehetünk is lényegében tovább. Ez a rész, ez ennyi volt. Megviszem a lovat természetesen. Hol a másik láda? Itt van fent. Oha, ez legendás láda, vagy ja nem, epic. Mindig összekeverem őket. Megint vannak minőségbeli problémák, mi axiál? Megint cseszteti a üzémet, a feltöltésemet, az OBS pedig rezeteltem, úgyhogy kicsit kivagyok tőle.
di Elfine Daffa. Az is azért vicces lesz, hogy hogy viszem fel oda a lovat. Ja, az megvan, de azért kásás itt, mert látom itt az OBS-nél, hogy a feltöltésem a fele. Mert nem az én feltöltésem, hogy ennyit fogadnak. 8000 helyett 4500-at, és ezt tudom is nagyon jó, hogy ilyenkor biztos, hogy kásás itt. Ki vagyok ettől? Én szerintem azért csinálja, mert hogy nem vagyok még tag, ment partner. És tudja, hogy azokat leszivatják egyébként, aki nem az. Csak hát így elég nehéz bármit is kezdeni akkor a nulláról, hogyha még ezzel is szórakoznak. Na de mindegy. Úgyis gyorsan tartok majd egy ebédszünetet, azt lehet, hogy nem akartam kikapcsolni a streamet, de lehet, hogy csinálok még egy resetet, mert nem akarom, hogy ilyen legyen. Na, visszahoztuk a lovat. Mit keres az itt? Here you go. When the real eagle bearer says he's going to do something, he does it. Milyen alma vele teti? Let it flow through you. What are you doing? The first of you eagle bearers rode east to find this fruit. Said that the horse that eats it turns into Pegasus. Me? Leave it to the gods to hide it in plain sight. Az előző, aki kiadta magát eagle bearernek és idejött, az beadta ennek a csajnak, hogyha ezt a speckó gyümölcsöt megeteti vele, akkor Pegasus-szá fog változni. Aha. The eagle bearer obviously lied to you. Don't believe me? For how much I paid, this fruit has to be real. Here, watch this. Wait! Ez mit csinál? Fly, Pegasus, fly! Ez normális, bazd meg. Ezt a kilódást, amit Alexios most így levág. Eddig annyira nem megy faszán ez a... ez a... ez a segítségnyújtás. Ezt mondja, hogy hát ez nem jó. Idiótája leugrott a lóval együtt. Azt gondolta, hogy szállni fog. Ó, ezek a... Greg Tears-es questek, ezek... Á, adjuk is. Ezek nagyon jók. baszki. Ez igen. Hú, na még elvileg van egy questem, az meg az a Ajax lesz. Ez itt a helyi hős, mert arra még kíváncsi leszek. Azt mondja, hogy Grandmont Parnassos Solitude Tower. Grandmont Parnassos. Fokizba. Mi van? De hol? Long ways north of Solitude Parnassus. Ezt nem vágom. Ja, de itt van Solitude Tower. Hát, akkor ez valahol itt lesz. Lóra. Na nézzük. Elmegyünk a hősért, ugye, mert őt meg azért akar idehozatni az a
hát magát generálnak kikiáltó valami katona, hogy javítsa a morált lényegében, azt hiszem. Abban biztos lehet. Meg is van, elvileg itt lesz valahol. Ott van. Ajax nevezetű kollega itt van fenn a hegyen. Gyorsan elmegyünk érte, aztán visszük magunkkal. Ebbe a sisakba ezzel a tekintettel ez kurvára nem lesz hős. Hát ez a sapka, ez egy rakás szar. It suits you. It makes your head look even bigger than it is. As it should. My head is my second best feature. Whatever you say. You're the one who the villagers worship? I don't know about worship, but they do call me Ajax. And I'm bringing you back to Alponos. Pirates are coming, and I need someone to inspire the villagers to fight. Didn't you hear? Our ships were sunk by some crazed Mystios. Now bandits are abandoning anyone going in or out of the village, and there's no one to stop them. I'm the Eagle Bearer. Smart bandits know to stay away from me. Now let's go. Na meg azt kell, hogy megöljék ezt meg a malacok. Persze, menjünk a medvére is. That's Ajax's helmet. But of course, it gives the wearer immortality. I paid the other Eagle Bearer a fortune to find its whereabouts for me. Then, na, azt is az előző Eagle Bearer verte át. I was on my way back when... There is no other Eagle Bearer. Get that through your thick helmet. Ez az előző sapkát, vagy hát ezt a sapkát, ami rajta van, ő hozta neki, és mondván, hogy ez az Ajaxnek volt a sisakja. Hát szerintem rohadtul nem, mert ocsmány, mint a dög, egyrészt. Másrészt ki az a zökör, aki ilyet felvesz, na mindegy. Nagyon ott, na, nagyon okádékú néz ki ez a sapka. Igen, és most hova is megyünk tulajdonképpen? Gyorsabban nem megy. Szerintem végeztünk is. Egy lövés megoldotta a problémát. A kardja az egész pofásan néz ki. Legalább az legyen jó.
Na, meghoztam a hősötöket. People of Alponos, rise from your salt mills. Descend from the white crystal hills. Locris is under attack. The great Ajax has returned. Now with a true child of Zeus. Antum egy győző. You are not Ajax. And that new eagle bearer